Ez alapvetőleg nem anyagi szempont, hanem tényleg a munkaerő, tehát nem léte miatt kényszerültünk mi is erre a lépésre. A termálfürdőbe a nyári főszezon előtt érkeztek meg a külföldi munkavállalók. Olyan pozíciókban dolgoznak, amelyeknél kevésbé szükséges a nyelvtudás, és amelyeket a szlovákiai munkaerőpiacról nem lehet feltölteni, mert a helyiek közül is sokan külföldön vállalnak munkát. Indá és Ani elsősorban masszőrként dolgoznak. A vendégeknek tradicionális polinéz masszást adnak. Balin egy hotelben dolgoztak masszőrként, de váltottak. I have contract 2 years, but I want to many long. I like because many people in here very kind and be friendly. I have like this a new family in here. This a good country. I have a new friend in here, new atmosphere in here. Yes, I feel comfortable with here live. Szepta konyhai kisegítőként dolgozik. A fürdő kültéri vendéglátó egységében készíti az ételeket. A munkáját szereti és nagyon jól érzi magát Szlovákiában. I'm working from 3 months ago and until 2 years in here. First time I'm working in this country. So I like this job because I need experience in here 2 times. It's a very very good only this country. Az a tapasztalatunk, hogy például konyhai kisegítő erőt nagyon-nagyon nehezen találunk, és óriási a fluktuáció. Ők, ha ide érkeznek, akkor alapvetőleg egy 2 éves időszakra szerződünk levelük, ha csak valami nem jön közbe, akkor ez alatt az idő alatt számíthatunk rá, és ez nekünk egy óriási plusz. Gyakorlatilag az indonéz megfelelő fizetés az ő oldalukon az körülbelül 270-300 euró környékén van, tehát ahhoz képest azért lényegesen többet tudnak itt megkeresni és adott esetben hazaküldeni a családnak. Az új törvény szerint Szlovákiában a külföldi munkavállalóknak minimum bruttó 950 eurót kell fizetni. Az új indonéz alkalmazottak a fürdőben vannak elszállásolva és étkezést is itt biztosítanak számukra, amit a fizetésükből vonnak le.